Üdv újra mindenkinek! Ebben a hanganyagban arról lesz szó, hogy az EB kudarc után hogyan folytassa a válogatott. Illetve mi lenne, mik lennének azok a szükséges változások, amik előre mozdítanák a csapatot abban a helyzetben, ahol jelenleg van. Mielőtt még valaki Belekötne abba, hogy ez nem volt kudarc, ez a realitás, akkor nem lenne a rossz, ilyen csalódott, nem lennének a játékosok ilyen csalódottak, és a szurkolók sem, többsége sem lenne csalódott. Mindenki joggal vár többet a válogatottól, mert mi mindig magunkból kell, hogy kiinduljunk, hiszen hetedikként kvalifikáltuk magunkat az Európa-bajnokságra. Ilyen régi motorosok még emlékeznek rá, hogy régen csak 8 csapat indult az Európa bajnokságon abba is. Részt vettünk volna abban a rendszerben. Illetve a Nemzetek Ligájában is 8. helyen zártunk. És ha azt nézzük, hogy egy török válogatott egy grúz, egy tót, egy olá, vagy egy szlovén. Nyilván szerencsésebb sorsúvással, de hova jutott? akkor igen mindenki 16-ot, bátrabbak 8-at vártak a válogatottól. És egyébként a bookmakerek is oda, erre a két pozícióra, tehát legjobb 16 ba vagy legjobb 8 szánták a válogatottat. Igen, Rossi elrontotta a svájci elleni meccset, de aki ott volt élőben Kölnben, annak a játékosok viselkedése is furcsa volt az a hasonlattal szoktam élni, míg a svájciak ránk mint egy MMA harcos, addig mi gyakorlatilag ilyen lagymatag módon álltunk hozzá az egészhez, mint amikor reggel keltették a kisiskolást, és a nagyon nehezen akart iskolába menni. Tehát én ezt, nekem ez jött le a látottakból, és nagy valószínűség szerint nem járunk messze a valóságtól. Hogy itt nem csak eltaktikázásról volt szó, hanem valami túl óvatos kezdésről, ami megbosszulta magát, hiszen a románok 16 közé az elég volt egy jó kezdés. Ukrajna ellen, és azok a csapatok, akik rosszul kezdtek, azok végül futhattak a eredmények után. Nyilván a német meccset elcsalták, ott három kúszsdöntő szituációban védkeztek a kárunkra a játékvezetők. Rögtön az első percben, amikor Sallai megtolta Neuer mellett, akkor elérte Sallai lábát. Pontosan ugyanolyan szituáció volt, mint a legutóbbi Holland-Angolon kény 11-ese. Azt megadták, ezt nem. Gündogán lökött, szabadrugás kifelé helyett. Német gól, de tanulság a játékosoknak, hogy nem állunk lemutogatni hanem harcolunk a labdáért. Tehát itt a Jócskán benne voltak a játékosok is, a törökök, vagy a németek első gólján, hát már törököt mondta meg gündogát, meg ugye következő az Csán lenne, aki viszont kezezett, tehát ott meg 11-es kellett volna rugnunk. Két 11-est vettek el tőlünk, és egy szabálytalan gólt adtak meg a kárunkra, úgyhogy a német mérkőzés az el lett csalva. Aztán a sors, a karma visszaadta nekik, ugye a spanyolok ellen kezezést nem ítéltek meg. Ilyen ez, ezért kell szabályosan játszani. Korrekt módon egyébként a portugálok is, hogy direkt kiejtettek minket, mert a portugál zsé is verte volna a Grúziát. Volt olyan, aki azt mondta, hát ez a B csapat volt, meg mi is tartalékoltunk volna, meg mit tudom én, ez, ez, ez benne van a pakliba. Mondtam neki, hogy figyeld meg, a spanyolok négyet gurítanak ennek a grúziának igazam lett. Tehát nagyon sokszor van igazam, ha ráérzek dolgokra. Az egy elcsalt szándékos vereség volt a portugálok részéről, hogy ne kelljen velünk játszani. Ez volt a cél. Valaki azt mondja, erre adok 80%-ot, és 20%-ot adok arra, hogy a szlovénokkal voltak úgy, hogy őket kiismerték, hiszen játszottak velük, ki is kaptak a legutóbbi mérkőzésen, és ebből lehetett akár azt is joggal gondolni, hogy ismerték őket, és szerettek volna revansot venni. Tehát ez a két opció játszik, de térjünk is vissza az eredeti témára, hogyan továbbra. Kapus poszton nyilvánvalóan semmi probléma nincsen, van négy olyan kapus, aki közül akármelyik válogatott ellen bármelyiküket pályára lehet küldeni, több ilyen kapus is van, de a keretben négy, semmi okom arra, hogy kitérjek a kapusposztra. A védelemnél én meghoznám azt a lépést, hogy jóval több szerepet és fontosabb szerepkört szárnék a Balognak, a Mocsinak és Szalai Gábornak. A legutóbb, a legutóbb svájci csapatában a francia csapat elleni felkészülő egysen gólt is szerzett, és hát standard kezdő játékos kérem szépen svájci bajnokságban, Mocsi a törökben, őket be kell építeni és Rossi ebben jó egyébként játékos beépítésbe Emlékezzünk vissza, amikor Rossi Magyarországra érkezett, még milyen játékosok voltak a keze alatt, ugye Lovrencsics, Kádár, Barát, Botond, Pátkai, Dzsuzsák, tehát ő, ő, képes volt fölépíteni egy teljesen új válogatottat. először még volt ilyen holenderes, Varga Kevines időszak, aztán eljutottunk a mostani verzióhoz. Nem mondom azt, hogy az Európa bajnoksági keretből számben lévő játékosok közül száműzni kéne a játékosokat, de hátrébb rangsorolni. Tehát ugye egy posztra van nagyjából kettő-három alternatíva, és ez, ebbe a sorrendbe kellene belenyúlni szerintem. Rosszinak mindenféleképpen a, a, mondom még egyszer, a Mocsi és a Szalai Gábor több szerepet kéne, hogy kapjon meg a Balog. Most nyilván egy Bundesliga Orbánt nem hagyunk ki kezdőcsapatból, de így a széleken ezeket a fiatalokat lehetne próbálgatni, és akkor lehet uh, már is kérdezni, hát akkor Botka, meg Dárdai Márton, meg Szalai Attila. Uh, természetesen Botkát is ugye figyelemmel kell kísérni, hiszen Stankovicsnál mellőzve volt, Csájcsoszóznál játszott. Kíváncsi vagyok, hogy az új holland edző milyen szerepkörben, milyen, mennyi lehetőséget szán neki. már tont, hogy ha, és itt Szalai Attilát én közösen kezelném, hiszen ha Szalai Attila tényleg elszerződne egy olyan magyar bajnokságnál erősebb, de mondjuk Bundesligánál gyengébb bajnokságban, mint a török, ahol mondjuk a Trabzonsportban rendszeresen játszanak és jól játszanak, akkor természetesen ő lenne az egyik alternatíva bal belső védő pozíciójára. Uh, és ebben az esetben, csak is ebben az esetben, ha ő értékelhetőséghez jutna, Dálaim át felhelyezném felhelyezni gyengélkedő közé védekező közép pályára. Azért mondom, hogy gyengélkedő, mert ebbén a Schaefer egy picit gyengében játszott saját képességeihez képest, a Nagy Ádám sokkal gyengében játszott a képességeihez, mérve, tehát amit ő tud. A Kleinhestert el kell felejteni bármilyen ilyen taktikai Gondolkodást igénylő pozícióba. Ő akkor lépjen pályára, hogyha teljesen kötetlenül, mint egy vadló, egy mustang egy vadcsikó, száguldozhat kedvére, és ha a gondolja, védekezik, ha nem, nem. Tehát, ha ilyen játékos kell, egyébként a 16-os ebén ki volt a kiismerhetetlen fekete ló, és ez bent neki lubickoltott szalai mögött a kötetlen szerepkörben vagy ha ilyen szerepkörre szállunk játékost, akkor jöjjön a válogatottba, ha nem, akkor viszont ne jöjjön, mert nem jött vissza Gündogánnal. Tehát az ő hibái, hiába harcos gyerek, hiába csupaszív gyerek, néha kiszámíthatatlan, de itt, hogyha taktikázunk, akkor ő használhatatlan, és, a, és ezt tudják is róla, már külföldön, és akkor ott indul az akció. Tehát nem, nem hozzuk magunkat kellett helyzetbe. A Stiles akkor legyen válogatott, ha legalább az angol másodosztályban, tehát harmadosztályból azért nem kell válogatni. Mert az angol harmadosztályból azért ne. És uh, itt jön be a képbe ugye a Dárdai Márton, és Fenyő Noah, Noah, vagy nem tudom, Noé, vagy nem tudom, hogy kell nem Noah, hogy írja. Uh, aki egy fiatal játékos, és hogyha sikerülne a Bundesligában lehetőséget kapni a hasonlóan Lisztes Kisztéhoz, mindenféleképpen válogatni kell. A fiatal játékosok között még ugye van a e, barát is, aki Lengyelországban játszik. Hát ott is egy-két összetartás elég meg lehet hívni, meg lehet nézni, ki lehet próbálni. Tehát itt, itt én mindenféleképpen ide belenyúlnék. Egyébként egy Schäfer, Dárnai Márton belső kettes szerintem elég erős lenne. És akkor jön a kérdés, hogy az előbb a közül ki legyen a az ő helyettesük, ugye, Fenyő, Nagy Ádám, 3-as közül ugye kettő, mindenféleképpen. Nyilván a szélsők, tehát a Bolla Bendegus beérett, akár kezdőjátékosnak is, Négó, ő sérült volt az ebbén, ő is sejtezők alatt villogott, túloldalon kerkez Nagy Zsolt. itt kipróbálnám Sőn Szabolcsot, mert a videótonban ő játszott, bal szélső ilyen futott, tehát védőt, ha úgy tetszik, és Simon is úgy néz ki, hogy ment neki ez a poszt is. Egy gyors játékosra szóval szó, természetesen egyen följebb is tud játszani. A támadó szekcióba, támadó középpályán, ballábas. Ugye hasonlóan Csobothoz egy gyors játékos, és ugyanolyan elfutása volt Portugália ellen, amiből lesz gollett, mint Csobotnak, skócia ellenben meg szabályos gól ha már érintettük, akkor csobotot és természetesen keretben kell hagyni. Nyilván Szoboszla és Sallai nem kérdés, és ide még szerintem egy dárdai testvérpárost meg lehetne nézni. Dárdai, ifjabb dárdai pál, egyszeres válogatott, valamint testvér öccse Bence és támadó középpályás, utóbbi már a Wolfsburg-nál, tehát Bundesliga egyben Meg lehetne próbálni őket is. Aki kimaradt, ugye az előbb most eszemét a hirtelen, ugye Langánál, Fiola, most én őket így picit így hátrébb sorolnám, mert inkább Bocsi és Botka lenne nálam a jobboldali belső védő, és a harmadik számú lenne a Fiola, és az Orbán Balog belső védők harmadik számú opció lenne a Lang, Ádám. Mi ugye hát a bal oldalon beszéltük már ezt a Szalai Gábor, Szalai Attila, Dárdai Márton verziót, és akkor Dárdainak van még egy középpályás lehetősége is. Jó, a maga a legelő lévő csatár Varga Barnabás lábadozik. Mindenféleképpen kíváncsi várom, hogy ő mennyire őt mennyire viselte meg ez a sérülés, mennyire megy majd bele ilyen fejpárbajokba. Szerintem bele fog egyébként, mert ami nem öl meg, az megerősít, mondja a mondás, tartja a mondás. Ugye Adam Martiról a kapcsolatban van szó, hogy angol másodosztal, ez tökéletes lenne. Ez egy fizikális bajnokság, amikor beszáll, jól száll be, olyan vagy taktikailag rosszkor teszi be Rossi meccs rossz de például az angolok ellen jókor tette be, és hát ugye a skótoknál is, ha jól emlékszem, tőle indult a kontra, amivel ugye a Csaboték volt szereztek. És ide szállnám én még a kis lisztest, mindenféleképpen, most nem tudom, hogy neki is mi lesz a sorsa Frankfurtnál, de ő egy ilyen mokány, erős, látszik rajta, hogy felépítéséhez képest, ugye izmos, vagy életkorához képest izmos, erős játékos, simán el tudom képzelni, itt elő, tehát csak itt is meg lenne a három játékos. Tehát nálam így néznek ki, így néznének ki azok a változások, amik szerintem, amiknek eljött az ideje. Nincs, ez mondom még egyszer, nem kell kétségbe esni, mert Rossi egy tök más válogatottat vett át, mikor megérkezett. Aztán felépítette egyet, de azt is újra szervezte. Eltűnt a Hollander Filip, a barát, mindkettő. Boton és Péter is. E, és hát ugye volt a ominózus gyugyák féle harc, amikor is bizonyos átszélre gyugyánkot nagyon szerették volna a válogatottban látni még, de Rossi következetes volt, és mindössze egy búcsú fél 53 percig adott onnantól fogva a lehetőséget. Az új elképzelésekben a futómennyiség játszotta a főszerepet, és a taktikai rendszerbe való illeszkedés. Ennyit szerettem volna, hajrá a vb selejtezőkön jussunk ki a vb re és hajrá a Nemzetek Ligájába is, a nagyszerű Hollandia és remélhetőleg egy tiszta, me tiszta két meccsen Németország ellen. Köszönöm a figyelmet.